A Klassz FM bemutatja Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Ha indul a reggel és kidett az ágy, ha már a csap feled habzik a szár, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. Videó megosztó portálon most nagyon népszerű, egy lánynak a videója, aki föltöltötte az élete, hát reméljük nem az élete, de a munkahelyén, azon a munkahelyén az utolsó munkanapot, mert hogy a legelső munkanapnál talán csak a legutolsó munkanap tud emlékezetesebb lenni, és egyre többen törekednek arra, ez egyfajta divat hullám, hogy emlékezetessé tegyék az utolsó munkanapot, beszéljenek a főnöknek, méltó módon búcsúzzanak a kollégáktól. Ennek a kislánynak egyébként pillanatok alatt 17 millióan nézték már meg a videóját, amivel ő megörökítette az utolsó munkanapot. De jó. Ha. Igen. Csinált egy dalt, és elénekelte, hogy milyen volt ezen a munkáján dolgozni. Fölmászik az asztalra, ott táncol egy kicsit, bemegy egy ilyen hangstúdiószerű valamiben, ott énekel egy kicsit, és közben mindenkit arra buzdít, hogy csináljon saját videót, illetve elénekli a saját utolsó napját, vagy megénekli a saját utolsó napját, és kicsit hát kipakol a cégről. Tehát csúnyákat mond, elmondja? Igen, elmondja, aha, hogy milyen cégnek dolgozik, hogy milyen videók készítésével foglalkozik ez a cég, hogy az egész életét a munkára áldozta, de a főnökét csak a számok érdeklik, és hogy milyen gyorsan ír, és ezzel milyen nézettséget ér el, és ezért csinált egy videót kvázi. Ez egy ilyen kicsit ilyen arconcsapás, mert hogy egy hírvideóval nem biztos, hogy ennyit elérnek, viszont ezt 17 millióan azonnal megnézték. És valószínűleg már van is munkája. Igen. És imádják a kisait az interneten. Igen, valószínű már munkát is talált magának, úgyhogy így ilyen stílusosan búcsúzott el. És kérdezem én, vagy az utolsó napos bosszúállás, ez létezik? Vagy persze, sokan csinálhatják, hogy az utolsó napodat töltöd, fölmondtak, kirúgtak, de még be kell jönnöd, vagy Magyarországon ez a reggel behívunk, fölmondunk, szedd össze a cuccod, és már nem is kell dolgoznod című történet van inkább. Melyik megy? Hát szerintem inkább az utóbbi működik, pont azért, mert hogyha ha esetleg nem olyan hangulatba váltok el egymástól, hogy ne legyen annak következménye. Nehogy még tudj küldeni kör e-mailt az ügyfeleknek. A munkavállaló részéről. Igen, még ezek a szemetek kirúgtak, persze. Hát akkor Amerikában korrektebbek, hogy ott azt mondják, hogy ma van az utolsó napod, te még az bejössz, ledolgozhatod, és aztán vége. Hát sok helyen azért, ahol van mondjuk egy 30 napos felmondás, ott azért te bemehetsz. Nyilván, ahol az nagyon jó tudsz ártani, ott oda már nem engednek. De ez igen, az azonnali hatállyal, hát az nagyon kemény. Amikor az olyan, hogy mész már reggel, nem tudsz, a kártya már nem működik, még valahogy átverekedett magad a portán, a belépési kódod a számítógépedhez már nem jó. Fú. Az biztos, hogy megalázom, persze. Mi vajon tudnánk, hogy az utolsó napunkra jövünk? Valószínűleg nem. Ugye? Tehát itt azért akkor egy ilyen viszonylag hangos mészárlás lenne, ha úgy ülnénk be az adásba, hogy tudnánk, hogy ez az utolsó adás. Na ide figyeljetek! Nem mondjuk lejár a szerződésünk, vagy nem hosszabbított a klassz, hogy azt mondta, hogy srácok, nem kellettek. Tehát valószínűleg nem úgy zajlana, hogy még kapnánk megszólalási lehetőséget. Nem? Vagy gondolom én, hogy nem így lenne vége, mert tudjuk, hogy mikor jár le a szerződés, de nem akkor hiszem, hogy mikrofon mögé engednének még egy napra, ahol. Akartam kérdezni, hogy ez a felkészítés időszak? Jobb, ha kezdtek hozzá szokni. Tehát mi valószínűleg nem tudnánk beülni. Hát nem? Nagyon élvezném. Élveznéd? Mi lenne az utolsó? Pazar. Ott nem gondolkodna, hogy mit mond, vagy mit nem. Hát nyilván az ember, hogy bizonyos szinten disztingvált, tehát hogy visszafogott önmagához képest is, nem mond ki mindent, nem úgy mondja ki, ahogy hát egyébként szeretné. Ott kezdődik, hogy ki nem venné észre, hogy már nem tud bejönni, egyedül a Balázs, mert őt ugye mindig az őrbe engedi, vagy van már kártyád? Nem, hát egyes sose pont volt. Pont ez az, hogy egyébként ő nem venné észre, hogy nem venné észre bejönni reggelenként. Azt mondja, hogy nem vagytok itt. Értem. Bali kirúgtak, erre szórakozott. Átbújik itt, átugrik ott, értem. Mind nehéz kezdve. Ezért mondom. Illetve, mert nem volt még sehova beengedő kártyám, bemegyek. Vagy ha voltak, addig volt, amíg odaadták, te meg letetted valahova, ott is maradt. Aláírtam az átvettem nyilatkozatot, és abban a pillanatban a belépőkártya elkerült tőlem. Én vagyok mindig, aki kapu alatt mászik, kapu fölött, átmegy fenékkel, négykézláb, Fosbury-vel átugrik, tehát valahogy mindig bejutok. Szegény biztonsági őrök, igen. Nem, én lennék az, aki észrevenném rögtön, mert Pics, én mindig mindent és aláírok, hány óra, kilépés, belépés, aláírás, kártya nyakbalog, akkurátosan mindig. Igen. Tehát, hogy nagyon sok helyen van, akit úgy rúgnak ki, például én tudom, hogy az NTV-nél voltak olyan kirúgások, hogy valakinek összeszedték a csomagját.
összeszedték előre a fakját, kiürítették, összeszedték a csomagját, és lerakták egy ilyen nagy dobozba az íróasztalára. Bement megkérdezni, hogy ez mi akasztnak, hogy hát azt, hogy ő hagyta ott. Hát össze se pakolt. Emlékeznék rá, ha én pakoltam volna. Összepakolták, és egy nap múlva konkrétan kirúgták. Tehát, hogy azért ennek vannak bevett szokásai Magyarországon, hogy kit milyen módon lehet megalázni. Nézzük meg, hogy hallgatóink hogy búcsúznak, jó? Írjon valaki, aki emlékezetessé tette az utolsó napját. Hogy tudod emlékezetessé tenni? Például a körlevél, azért ez egy bevett dolog, nem? Hogy mindenkit fölteszel a levelezési címre, és írsz egy körlevelet például, nem? De hogy szépet írsz, köszönöm nem, nektek, hát, jobban, hanem ott elmondod, hogy... Igen, kiöntöd a lelkedet. Aha. Igen, és írsz egy szép körlevelet, ahol azért elmondod, hogy kikivel, miért, egyébként a jocó, egyébként... Tehát, hogy ott szépen... leírod, hogy aha, mi történik egy munkahelyen. Van olyan jó is, aki így egy kicsit ilyen rongálásba hajlóan, tehát akkor még ezt tönkreteszem. Ah, ja, igen, még nyomok egy formát. Biztos, hogy van ilyen. Még aki... vagy még összeszedem az iratkapcsokat, mert az ma jó lesz otthonra. Egyébként tényleg. Ugye? Feltöltök valami jó kis vírust a számítógépemre. Aha. Búcsúzó. Igen, igen. Egy hát kis ilyen, trójai. Volt már utolsó napunk egyébként, ha belegondoltok, és akkor még nem tudtuk nagyon, hogy mi lesz. A rádió. Ugye? De nem akartuk tönkretenni a pultot. Igen, vagy, de az vagy... más volt, mert ott megszűnt az egész igen rádió. Tehát, hogy igen, nem kirúgtak, ott nem ment tovább. Igen. Ott kihúzták aha a rádiót a lábunk alól. Igen, tehát, megszűnt a rádió. Aznap volt az egyetlen olyan, amikor beengedtél adásba Death Metalt. Hát akkor már minden nem volt. Ez olyan rossz, ez az utolsó nap számomra. Igen. De akkor vittél haza valamit? Volt ilyen, hogy megláttál három töltőt olat, és azt mondtad, hogy hát már úgyis bedöltetszik. Most a hétköznapokról beszélünk, vagy az utolsó munkára? az utolsó akkor munkára. Akkor nem töltőt olat, visz számítógépet. Mint amit berogytál a hűtő el, és azt mondtad, hogy jó, akkor vigyünk bármit, vagy az üdítő automatából valamit. Nálunk nem volt anarchia, amikor a dan megszűnt, nem? Nem. Ilyen szépen csendben mindenki gyászolva búcsúzott. És egészen sokáig ott volt a technika, tehát nem mentek ki laptoppal, meg monitorokkal, meg mindenki a hóna alatt. Tehát ez nem volt. Mindenki. Ez nem volt. Mi lett a cucca? Nektek volt utolsó munkanapotok, amikor tudtátok, hogy kirúgnak? Tehát, vagy hogy vége van? Vagyis az utolsó? Kirúgással akár? Csak érdekes, hogy én mindig, tehát hogy nem jutottam el odáig soha, hogy kirúgjalak. Ha mindig volt valami más lehetőség, ott megköszöntem, felálltam, mentem. Szabad ne feled! Kilépek. Igen, igen. Jön be Rákóczi. Feri, csak azt akart volna, nem. Hagyjuk ezt, most én beszélek. Elegem van ebben. Tehát mindig jó érzékel előzted meg őket, és léptél ki, amikor igen, már érezted, volt, hogy... Nem érem, mindig volt a megelőző csapás. Igen, és akkor gyorsan. De jó. Valahogy nekem nem. Téged se rúgtak ki se onnan. Volt? Nem. Hát ez... bármikor megtörtél, de nem, egyelőre ja, nem tudtam olyan nagyon nagy hibát elkövetni. Hát igazi, ugye már sokszor beszéltünk róla, hogy az E plusz A költöztetés. Költöztetés az olyan, hogy nem hívnak. Tehát, hogy miért nem rúgnak ki, csak hogy mit tudom, miért érted azt az észre, hogy nem csörög a telefon. Nincs érted, nem szólnak. De olyan igazi, így hát, megszűntek a munkahelyek, tehát hogy olyan volt, az szörnyű volt egyébként, amikor tudtad, hogy azért kell bejönnöd egyébként utoljára pénteken, mert onnantól kezdve akkor vége. Hány olyan hely van, ahol azért tudsz ártani, ahol olyan információ birtokában vagy, ahol leszedsz a gépről valamit, és elküldöd a konkurenciának, ahol különböző listákat, ügyfél neveket, bármit adsz át, nem? Nagyon sokan, tehát effektív azért egy utolsó munkanapra beengedni valakit, az ugyanakkor veszélye. Bátorság is lehet, nem? És minél magasabb pozícióban vagy, ugye annál több dologra látsz rá, tehát valószínűleg ezért szokott az lenni, hogy a nagy vezetőket ilyen gyorsan nagy végkielégítés, jó napot kell, köszönjük szépen, nem kell jönni többet. Ugye? Mert hát ő tudja a legtöbb infót. Most képzelj el egy rendszergazdát. A nagy végkielégítés ez gyakorlatilag biztosíték arra, hogy ő utána ezekkel az információkkal nem él vissza. Igen. Nem teregeti ilyen nyilvánosságnak, nem adját a konkurenciának. Illetve ha tudod, hogy az utolsó napod van, akkor elkezdesz tényleg bizonyítékokat gyűjteni, lemásolni, fénymásolni, kicsempészni, pendrive-ra menteni. Tehát elindul egy ilyen, ugye, hogy bizonyos információk a birtokodban vannak, hát azokat szépen megpróbálod legyűjteni. De abban gondolom nincsen vita, hogy a legemlékezetesebb utolsó munkanapja az a kamikazéknek van. Hát azt gondolom. Igen, csak az emlékezés rövid ideig tart. Igen, viszonylag nosztalgikus élményeik nem nagyon lesznek az utolsó igen napról, minden esetre eseménydúsa, mondhatni az utolsó. De például egy esztergályos mit tud csinálni az utolsó napján, hogy még fusiba legyártok valami ízi vezérműtenget igen, magamnak otthonra? Igen, 300 selejtet, tudom. Vagy érted? Tehát, hogy nyilván az minél magasabb beosztásban vagy, annál nagyobb bat tudsz ártani. Hát apró részletekben haza tudod csempészni, hát nem? Egy nap alatt már hova?
Ad magát az Esztergom gépen. Szerintem nagyon fontos, hogy az ember ilyenkor tényleg ne legyen megsértve, elegánsan kell elbúcsúzni, legfeljebb a parkolóban néhány autónak a kerekét kiszúrva, érted? Tehát, de azzal elérsz valamit? Vagy az jó? Szerintem egyébként. De kirúgott a fölök is kiszúrod a kerekét, az még egy ilyen lelki elégtétel? Ja, ha ő rohadék volt, akkor miért ne? Tehát, hogy persze ilyen pitjelenek, meg nyomorultnak tűnik, de azért tudod. Tehát, hogy... De rohadék volt egyébként a főnök, ha megalapozottan... Mert ha megalapozottan az van, hogy te tényleg nem... De kirúgásos érzed megalapozottnak, szóval azért nagyon nincs, tehát most nem sikkasztottál, vagy nem csaltál el, hát azért az ember az mindig úgy érzi, hogy vagy jobb jön a helyedre, vagy nem figyeltek arra, és nem vették észre a képességeidet, tehát általában azért ott sérül az ember méltósága egy kirúgásnál, még ha mindent jól csináltál, és nem vagy hibás. Azért az akkor is megalázom, én nem tudom, mikor behívnak, és azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, ennyi volt. Ilyen és ilyen indokok miatt, mindegy, hogy mit mondanak. Hát ez szörnyű. Igen, de van ilyen egyértelmű szituáció, amikor tudod, hogy valakinek a valaki jön a helyedre, és hogy egyszerűen csak annak kellett a hely, mondjuk. Hát akkor és azért mész a levesbe. Tudod, akkor én akkor nem csak szúrnék, karcolnék is kocsival. Kik tudnak kiszúrni a legjobban? Tehát a legjobban? Mely munkáknál lehet a legjobban kiszúrni? Tehát, ahol sok a számítógép ott a rendszer. Ahol sok a számítógép ott, igen. Aki kétkezi munkából él, vagy csinál valamit, nagyon szakács például, ott mondjuk nem a főnököddel szúrsz ki. Igen, nem? A vendéggel. Ott a vendéggel. Ott a vendég itza meg a levét, ha kirúgják a szakácsot. Mit hívom, hogy az ellepő erc? Az egy csúnya dolog, igen, például. Igen. Akik csapásmérő fegyvereknek az indító gombjaira felügyelnek. Igen. Hát még szakásnál a készletezést el, tehát ha ki akar szúrni a főnökkel, vezetőséggel készletezést elszúrod, másnap reggelre nincs semmi, minden kifogyott, és nem rendeltél utána. Akkor igen. Ugye a főnöknek az éttermével szúrsz ki. Meg elveszíted a kulcscsomót. Igen. Na, nagyon SMS-ek. Nagyon SMS-ek jönnek már így bosszútól ittasan mondhatni, mert hogy tényleg elég sokan állnak bosszút a kirúgás miatt. Barkács áruház szaniter osztályán összetörte az árukészlet nagy részét az elküldött eladó. Azért ott tudsz rombolni. Csaba. Pali vagyok, régebbi munkahelyemen a kutassrác utolsó napján éjszakás műszakban megjelentek a haverjai kvadokkal. Konkrétan lerombolták a benzinkút. Volt baj, írja egy hallgató. De tehát a praktikában dolgozol, és szétvered egy baseball ütővel a mosdókat. Ott azért van egyfajta lelki trauma, nem? De az a baj, hogy annak ugye van egy vonzata is később, tehát hogy ezért téged simán. Igen, az bíróság. Érted? Ott vannak a kamerafelvételek. Igen. Kollégák látták. Ennyi. Akkor már tök mindegy, hogy alkalmazott vagy volt alkalmazott. Azért fizetned kell. Igen. Én a főnök fiát fogtam meg, hogy lop a cégtől. Engem rúgta ki, írja egy hallgató. Micsoda, előző munkájában pékárút szállítottam, megpakoltam, majd az első lepakolónál autó lezár, kulcs a tankba, taxival haza. Korrekt. Az nagyon de korrekt, csak igen. Volt egy pótkulcs, hát most azért is elmentek. Igen. Egy fürdőszobaboltból kirúgott a tulaj. Lelkiismeretességnek vettem, mikor bementem lezárni a vevőimet. Nagyon sok termékhez odaértem, hogy fizetve. Igen, várjuk. Máig nem érti, miért voltam jó fej, írja Brigi. De te csináltál egy pici kárt, tulajdonképpen? Máig nem érti, igen. Én már tudtam, hogy ki fognak rúgni, írja egy hallgató. Az utolsó vezetői értekezeten beszámoltam arról, hogy hova és kivel jár rúgni a főnök. Ez is stílusos dolog. Na, ez bosszú. Ott ülsz a vezetői értekezleten, kapsz egy fülest, hogy ki fognak rúgni, szót kérsz, és elmondod. Katika, jöjjön csak be! Jó, ha tudják, hogy. Ott tulajdonképpen már nincs mit vesztened. Igen, valószínű, hogy sokan működnek így. Na nézzük meg akkor, jó, hogy ki hogy állt bosszút, kinek milyen volt az utolsó munkanapja. Sajnos leginkább egyébként hazánkra azért ez jellemző, hogy sok ember válik meg a munkájától, meg sokan vannak már túl életük egy-két nagy kirúgásán. Mivel telt az utolsó munkanap? Belerondítottak-e a főnök életébe? Hogy rondítottak bele? Mit csináltak? Édes volt-e a bosszú? Ha édes volt, akkor igen. Milyen bosszú volt? Morning Show. A Klassz FM-en. Az utolsó munkáján eltöltött napokról beszélgettünk. Egy amerikai lány feltöltött egy videót. Az internetre 17 millióan nézték már meg. A videó pedig arról szól, hogy a főnöke mekkora szemét kirúgta, de ő ezzel a videóval sokkal nézettebb videót csinál, mint amit a főnöke valaha el tud majd érni ezzel a videós portállal, amit egyébként üzemeltetett. És igaza lett, mert hogy a kirúgásából ugye 17 millióan nézték meg. Ilyen nézettséget egyetlen egy anyag sem tudott annál a cégnél produkálni. És jönnek érdekes SMS-ek, ki hogy állt bosszút a munkahelye utolsó napján, ki hogyan tudta meg, hogy felmondtak neki, és mit csinált. Gyerekek, csuklom. Mit nem csinált? Vá!
elmúlt. Az hatásos, vagy ez egy ilyen legenda? Ez szerintem hülyeség. Hülyeség, igen. Az is, hogy fejjel lefelé iszod a vizet. Igen. Na, itt van velünk Zoli. Zoli? Tessék? Azaz Norbi. Ezt mondtam. Norbi. Norbi. Szia. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Hello, nem látom Anna utolsó bejegyzését. Norbi, hello. Sziasztok. Na, téged hogy rúgtak ki, vagy mit csináltál? Mi volt a bosszú az utolsó napon? Hát én felmondtam, kaptam egy hónapos felmondási időt, de a főnököm mondta, hogy maradjak. Emelt fizetés, de nem volt túlságosan jó fejem, mondtam, hogy nem, lelépek. Erre két nap múlva kirúgott, és nálam volt egy kis teherautója, amilyen céges kocsi jelleggel használtam, és akkor mentem be hozzá az irodába, láttam, hogy 40-es táblánál mérnek a rendőrök, és egy jó 80-90-re elmentem előttük, de vagy 8-szor. Tehát szerintem tiszta hülyének nézhettek, mert egy elég föltűnő, egy kék Ducato volt, ilyen 7 személy plusz patós, és ami kifélt a csőn, elmentem előttük, következő kis utca kétszer, jobbra háromszor, jobbra, utána megint. És így gyorsultam nekik egy párat. Figyelj, és joggal rúgott ki, vagy voltok ott? Mert ugye egy jogos kirúgás után ezt csinálni rohadékság, hogy nyilván volt oka, akkor... Nem, én mondtam fel. Ja, te mondtál föl? Én mondtam fel, mert ilyen építőipari cég volt, és mocskoskodott az embert, hogy nem fizetett ki ezt, aztán nem dolgozok veled, mert engem is megölnek előbb-utóbb. És akkor ő mondta, hogy ne, maradj, több pénzt kapsz, minden, és akkor mondta neki, hogy nem maradok, és két napúva csak kirúgott, hogy az övé legyen az utolsó szó. Hát aha. Mondom, ha te ilyen vagy, akkor... Hát akkor igen, hát. Nem szép dolog, de megérni. Hányszor mentél át a trafi előtt körülbelül? Szerintem egy 8-10-szer körbe mentem. És így direkt fölgyorsítottál, megfordultál, megint fölgyorsítottál. Ami kifélt, a 1.9-es turbodízel Ducato, amit bír. Furán néztek, vagy láttad az arcukat? Mi ez a hülye, hogy már ez erre jön? Nem igazán figyeltem, arra figyeltem, hogy az úton maradjon az autó, és padlógáz, parketta. És lett valami, vagy mondott utána valamit, hogy beszéltetek azóta? Ja, nem beszéltünk, mert én ugye az autót, de jót csináltam, mert mint kiderült, ilyen kamu bejelentése is voltam bejelentve minden, úgyhogy előtörlesztettem neki egy kicsit. Hát igen, ez egy 60 ezeres büntetésre számolunk, ugye van valami időbeli korlát, de azért ott egy pár csak azért az érkezett, igen. Na jó, hát köszi, hogy elmondtad. Azóta van munkád, vagy jobb helyen vagy? Hát nagyon jó helyen vagyok, két év ugyanazon a helyen vagyok. Aha, de itt is van céges kocsi, ha majd esetleg véget ér a... Igen. Most is abba illet. Nagyon jó. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Oké, okay, szép napot, sziasztok. Hello. Óvónőként a kritikus kollégánktól menekülve felmondtam. Az utolsó napon minden csúszdán lecsúsztam, és csak éhintáztam. Síró gyerekek mindenütt, mi? Ez egyébként helyes, igen. Ex-főnököm 21 éves kislányát szinte az egész asztalos műhely felpróbálta, talán csak az irodista csajok nem, bár ez sem biztos. Naív apuka közölte velem, hogy válságban bevétel végkielégítés nincs, muszáj elküldenie, én fiatal vagyok, úgyis megoldom. A papírjaim átvételekor egy műanyag átlátszó tasakban átadtam neki Timike bugyiját. A lányod nálam felejtette. Megjegyzéssel. Azért takarítása foglalkozom, az utolsó napomon a főnök asztalát a vécés rongyal töröltem le. Nagyon jól esett. Ezek egy kis apró pici, de... Kicsi kis bosszú, de azért jól esik, igen. Azt mondja, hogy volt főnökömnek, akinek a nevéhez több érthetetlen kirúgás kapcsolódott, kétszer kiszúrták a kerekét, leöntötték savval az autóját, majd felgyújtották. A gyújtogatásról ti is beszámoltatok a hírekben. Pont. Sejtéseink vannak, hogy ki lehetett, de a mai napig nem tudjuk biztosan. Írja egy hallgató. Hiperben dolgozom, mi történnek, hogy a menedzserem az utolsó munkanapján berendelt 100 raklap gabonapejhet, ugyanabból az ízből ráadásul, ami nem is fogyott. Amikor 4 kamionnyi kis gabonapehely megjött, körülbelül 10 évre lett volna elég, mindenki kapkodott, hogy vigyék vissza, de a pejhesztés képviselője csak annyit mondott, hogy a rendelés szabályos volt, ők pedig kiszállították. Mindenki röhögött. Mi is, írja Niki. Ebédszállító cégeknél divat az utolsó napon a konkurenciának kicsempészni a címlistát például. Ez sokan csinálják. Írja nekünk Csikó. Azt mondja, hogy... Igen.
Egy mobiltársaságnál dolgoztam, tele volt a tököm, ezért felmondtam. Felmondási időben előszeretettel küldtem az ügyfeleket a szomszédos hálózatba, hát ott jobbak a perzdiak. Írja Tibi. Milyen érdekes, hogy még valakit telefonoz engednek. Ráadásul ugye ott felvétel is készül minden egyes ilyen beszélgetésről, ugye jól lehet ezt visszahallgatni, amikor az egykori call centeresed a konkurenciának az ajánlatát próbálja meg eladni. Igen. Jöjjünk a rózsaszín, menjen inkább a hupililához. Sokkal jobb. Egy ilyen telefon azért meglepődnék. Igen. Tibi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, na neked mi történt az utolsó munkanapodon? Hát nekem az történt, hogy volt egy jó barátom, ő irodán dolgozott, tehát ilyen szállítási céggel foglalkozó cég, billentyűs, tehát ilyen ömlesztett árukat voltunk. És ő elkottyintotta, hát ő értelemszerűen így óvatosan, hogy tudok-e róla, hogy ez a mai, az utolsó munkanapom, azért már évekkel ezelőtt történt. Hát mondom, nem. Hát azt mondja, érdekes, mert azt mondja, hát nem mindegy. Lényeg az, hogy ő mondta, hogy ez az utolsó mai munkanap, készüljek fel rá, hogy azt mondja, holnaptól más fog az autóban ülni. Tudni kell, az irodánk, és hát a cégnek az irodája, az üvegiroda volt. Alul ablakok csak a felső szinten, a másodikon voltak. Aha. És tudod azt, hogy ha billentesz hátrafele, ilyen különböző ömlesztett áru legyen a sórér, kő, homok, bármi, mennyire húzódik szét, mennyire terül ki a pótkocsi mögött. Na most arra figyeltem, hogy tehát az üvegajtót be ne törjük, csak ne nyíljon ki. Tehát ne tudjon kinyílni. Aha. Így van, hát a másodikról nem nagyon fognak kiugrálni. Én értem szerint, én megkértem ezt a barátomat, hogy ebbé idejét, ilyen déli Aha, nagyon rossz a vonal, az a baj, nem hallunk semmit. Szakadozol, elvesztünk. Igen. Az a lényeg, hogy beöntöttétek az anyagot, és se kisebe. És a másodikon volt az ablak, ahol ki lehetett lapátolni. Nem hallunk semmit, bocsánat, le kell, hogy tegyük, mert nem jó a vonal. Tibi, köszi. Tehát beöntött a sódert alapján véve, ugye ez lett volna a történet. Tehát ajtót nem lehet kinyitni, onnantól kezdve egy módszer van, hogy kilapátold a második emeleti ablakon keresztül. Kemény. Az kemény. Igen. Valaki azt mondja, hogy 900 négyzetméter selejcsempét gyártott az utolsó napon, hosszúból egyébként. Azért az se kevés. Csak így gyorsan. Igen, egy közben megjöttesen, hogy egy tonna sódert sikerült úgy finoman lehoznia, igen. Üzenem az ex-főnökömnek, hogy az áfa csaláshoz vásárolt számlák fájai még talomban várnak a kijátszásra. Írja nekünk egy hallgató. Hát sok a bosszú, szóval, hogy igen, sok a jogtalan kirúgás is nyilván, nem túl szép kirúgás is, emiatt sok a bosszú. Nagyon, nagyon jó SMS-ek jöttek. Évvégi meeting különbe hívtak, azt hittem kineveznek, erre elküldtek. Megmondtam az őszintét a személyzeti igazgatónak, másnap új pozíciót ajánlottak. Ez jó. Hogy azért itt is, ha információ birtokában vagy, akkor azért ez jó tud lenni, igen. Volt főnökömet, regisztráltam szexpartner keresőre, pedig házas volt, sorra kapta az SMS-eket. Imádtam. Édes volt a bosszú, írja Fefe. Úgy kell föltenni, hogy ha tagadom, akkor tud, hogy én vagyok, és olyankor hív vissza este 11-kor. Igen, ha nagyon zavarba vagyok, leteszem, hívj újra. Igen. Ne add föl. Ha letagadom, ne add föl. Nálam ez igen. Az előjáték. Ez is csak a játék része. Ja, igen. Ez is nagyon szép SMS egyébként. Nézegettem a hirdetéseket, és onnan tudtam meg, hogy a főnököm meghirdette a pozíciómat. Ez azért az is milyen, hogy álláshirdetéseket nézel, és ott jössz rá, hogy megtalálod a saját pozíciódat, nem? Jól fizető állás lehetősége, nem tudom milyen cégnél, marketinges pozícióra. Hívjon bátran, a pozíció üres. Azért az is nagyon szép. Együtt ébredünk. Morning Show. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. Amikor Hajdú a Kempinskibe vitt, hát elviszed valami csárdába, valami a kis cukiba, lőrincs, elviszed a parász cukiba, vagy valahova eztek egy túrodesszertet, aztán közben eladod neki az ötletet. Nem, hanem kipróbálom vele ezt a delfinjárást, tudod, amikor rálépsz a másikak a lábára, átölöled, és na, ha már Hajdú Péter, gyerekek. Hogy delfin pingvinjár. Ha már Hajdú Péter, mi ez a sztoria Péterrel kapcsolatban, hogy UFO familiát kínált neki valaki, ezt hallottátok? Hát te fura. Furcsa története rukkolt elő Péterünk. Állítása szerint egy ismerőse felhívta, hogy üzleti ügyben találkozni akar vele, mert éjjel elkapott 3 UFO-t, egy férfit, egy nőt és egy gyereket, amiért 1 millió forintot akart kérni a Frisbee műsorvezetőjétől.
És ez be is mutatja a jövő heti frisbee-ben. De hol az? Az nincs, az nincs. Egyébként érdekes, igen, hogy ennyi van. A zöld határon. Jöttek át hátizsákkal. Hétfőn állította a Hajdu ezt, hogy, hogy egy UFO családot kaptak el. Egy UFO férfi, egy UFO nő és egy UFO gyerek. És ezt valaki felajánlotta neki. Látja, hogy férfi, nincs rajtuk ruha. De az miből jön? Hát tehát most az, ugye az UFO-knál azért ezt nem lehet tudni, igen, hogy ki kicsoda hova tartozik. Nincs lehet, hogy ez csak ruha, egy kis UFO. Meg lehet, egy hogy nagy patak meg volt dúzzadva, vagy egy ér ott a zöld határon, aztán azért le kellett vetni magukról. Vagy a Space-ben találta az UFO-kat a csávó. Nagy fej, nagy szemek, vagy mi alapján? Mert de ekkora baj a frisbivel? Vagy mi a baj? Nem, hát mit látták, hogy a Péter felvevő piac lehet. Vagy hát a rokon. A gyerekek, 1 millió forintot megért volna, hogy utána be UFO tudom mutatni a saját műsoromban. Nem? Kérdezzük meg a Péteren, fölhívunk, kíváncsi. Csörögjük már rá. Tényleg érdekel, hogy mi van. Ő nem UFO. De nem ugye a Pataki hívta? Hát, mert leszújjett a lemezés, bevinné a kíváncsi, hogy zajlik. Ez csak fölhív éjjel egykor az ismerés, hogy te Péter, elfogtam egy UFO családot. Ez mennyire reális, egy, nem? Halló, jó reggelt! Hello Péter, jó reggelt kívánunk! Hello! Hallgattalak benneteket, zseniális volt az átkötés, ugye egyrészt Habonyról, és utána ugye pedig az UFO-sztori. Olyan szinten át, olyan szintű átkötése, komolyan mondom, elképesztő. De hogy volt ez a történet, hogy fölhívtak téged éjjel, hogy van egy UFO család, egy ismerős? Ugye, a sztori nagyon egyszerű, Dömsödinél buli volt, felhívott, hogy egy pénzt kerestem. Dömsödi megint begombázott, vagy mi történt? Na, a sztori egyébként a következő. Az éttermembe bement egy pasi, egyébként itt lakik Török Bálinton, és szerintem valószínűleg már nem volt szomjas. És mondta a felszolgálónak, hogy hívjanak fel engem, mert milliós üzleti ajánlata van. Hát próbáltok nem felhívni, de baromi erőszakos volt, és felhívtak, átvette a telefont, és mondta, hogy milliós ajánlatommal találkozzunk. Mondom, hogy nárag, hogy nem érek rá, mondja, hogy elkaptam egy UFO-t, nem egyet, hármat. És mondom, jó, és 1 millióért a tiéd, de nem akarok UFO-t venni, keres más, tehát nem érdekel. Adnak interjút, mondom, igen. Adnak interjút, ez nagyon jó doma. Igen, és milyen nyelven, mondja, magyarul, tudnak magyarul, meg is fürdettem a gyereket. Mondtam, hogy jó, most küldj ide valakit, mondom, küldök. És gondolod, hogy fölhív a rendőrséget, vagy benneteket, de aztán mondta, hogy elég lesz, hogy kifizetem a fürdetést, ami 10 000 forint volt a szappa, mert nem tudom, mit mondott, és erre letettem a telefon. De mi van, ha tényleg? Hát most mi van, ha tényleg elkapott egy UFO családot, érted? Én egyébként attól féltem, hogy egy szerencsétlen török bálinti családot tart fogva. És ha oda megyek, akkor meglátom, hogy tényleg van ott valaki. De aztán nem került erre. És én nem is jutott eszedbe, hogy legalább az alkalmazottnak mutassa meg, vagy vigye be legalább a gyereket. Hát lett volna még ennek folytatása. Szépen, ez baromi veszélyes. Most gondold el, ki ez a hülye. Tehát valaki ennek odamész a házába, lehet, hogy ráduszít egy kutyát, fogva tart, megöl, megerőszakol. Péter, hogy van, hogy vonzátok a bolondokat? Tehát hozzád valaki vagy bemászik, vagy UFO-t akar eladni? Tehát olyan, mint a Török Bálint, egy ilyen elmegyógyintézet központjában laknátok, és ott valahogy egy ilyen gócpontban vagytok, hogy ott veletek, ott mindig történik valami, ez elképesztő. Tehát valahogy így vonzátok őket, nem? De Balázs, te nem vonzol, tehát figyelj, az autód alá festenek különböző útvonalat jeleket. Hát köszönöm szépen, hogy megértesz ebben a szörnyű történetben. Ha valaki, akkor te megérted, Balázs. Ezt te pontosan tudod, hogy ez milyen érzés, amikor az ember normálisan leparkol, és egy rossz akarója aláfest egy záróvonalat. Hát a rohadt életben ilyen világ. Vagy egy járdát. Nálad az aszfaltot húzták alá a kocsinak, én emlékszem. Rohadt egy világ ez, de tényleg. De nem így van, kicsit a bolondok itt tapadnak rátok. Hát van valami őrült rajongó, meg bemászás, tehát valahogy így bennetek látnak fantáziát. Hát látom, most mit csináljam? Tehát hasonszörű vonza, hasonszörű. Igen. Hát de figyelj, hát ha esetleg be tudtad volna rángatni a frisbee-be, még az is lehet, hogy a végén még nézettséged is lett volna, nem? Visszahívjam. És mi van ezzel a török bálinti ételszállítással? Ez megoldódott? Vagy most mi van, mint olvasom a híreket, hogy rosszat teszik a gyermek? Szerintem igen, egyébként próbáltam segíteni a helyieknek, és azt gondolom, hogy sikerre jártunk, a kormányhivatal kiadott egy közleményt, hogyha rossz minőségű
a menza az iskolában, akkor a szülőnek joga van beszállítani a ételt a gyermekének. Szóval ez szerintem egy nagy siker volt. Nyilván nem bulvásztorom, egy kicsivel komolyabb, de siker volt, és remélem, hogy megoldottak a problémát. Az én gyerekeim még óvodások, tehát engem így nem érint közvetlenül a probléma, de azt gondolom, hogy a célunkat elértük. Figyelj, közben eszembe jutott, hogy egyszer volt egy olyan nő, aki viszont rólad állította, hogy UFO vagy, emlékszel? Hogy azért mondom, óriási. Hogy vannak veled kapcsolatban, hogy volt egy nő, aki azt jelenti, hogy UFO, és ez lehet, hogy ennek a rokona, aki csak a családot hozta volna. Tehát, hogy azért itt van egyfajta összefüggés. Volt egy ilyen nő, ugye? Ne viccelj, mert volt egy olyan, az volt a sztori, hogy írogatott folyamatosan, az egész egyébként miattad van, azt tudod. Mert mi történt? Azért, mert a készátverésben látott a Leóval, Kata Leó készátverés, és akkor kezdett el írogatni, hogy a feleségem egy kurva. És hogy ő tudja, hogy a Leóval. Kicsit komolyan vette a műsort, igen, ott a Leóval hoztuk össze a feleségedet, és téged vertünk át, hogy mintha a feleséged, hogy a Kata Leóval randizna. Igen, és akkor ő tudja, hogy szexrapszolgja, és akkor folytat ugye jegyzetelt az adásból nyilván. És nem hagyta abba, és körülbelül 500 levelet írt, de a végén már azt mondta, hogy küldött egy képeslapot, egy UFO volt rajta, és mondta, hogy maga is az, a szellő is, és a gyereke is. És akkor a gyerekem még egyébként nem született meg, és mondta, hogy el fogja rabolni a gyerekeimet, vagy a gyerekemet, ami ugye a Kata hasában volt, és genetikai vizsgálatnak veti alá, és hogyha kiderül, hogy UFO, soha nem fogom látni. Akkor a Kata ezen megijedt, és feljelentette szerencsétlen vírus. Mondom, hogy ott valami komoly központ van, valami komoly erőtér van, illetve még az is eszembe jutott, hogy egyszer a te szélvédődön egy valamit látott egy UFO kutató UFO-nak. Így van, biztos, hogy nem szétkenődött légy volt, egy szétkenő, egy, nem. Az nem a te szélvédőd volt? Sokkal komolyabb sztori. Az én szélvédőm volt, a Napló forgatott akkor velem, és beírt a TV2-be különböző újságba, és ez egy madárszarvos volt. Igen, és egy UFO kutató azt mondta, hogy a Hajdú Péter szélvédője a bizonyíték, hogy az UFO-k már pedig, vagy a csészajak léteznek, és bemutatta a te szélvédődet, hogy ott látszik a Földön kívüli egy neves UFO kutató. Hát hogy azért ez elég komoly. Igen. A neves UFO kutató keveri az UFO-kat a verépszarral, tehát azért elég kemény. Igen, na jól van. Oké, okay, imádom. Kifolytatok a témából, hallom. Nem. Veled kapcsolatban. Számos témánk van még, csak ezt már zárjuk. De imádom, Péter, hogy veletek így mindig történik valami. Egyébként most láttam a Facebookon, hogy felvettétek a frisbee szezonnyitó adását. Ezek szerint nem adott fel? Te maga vagy az UFO, Jani. Igen, jó a kérdés, igen, hogy szabad szemben látható-e még a görbe. De jó lesz. Igen. Jó van. Na. 19. Mindenféleképpen. Vigyázz magadra, köszönjük szépen. Na jó, szépen. Köszönjük. Hello, Péter, ciao. Szia. Hello. Hát, gyerekek, itt valami komoly. Komoly erőtér van ott Török Bálinton, nem? Vagy a Katát, vagy a gyerekét, vagy a szélvédőjét UFO-nak nézik. Én nem tudom egyébként, hogy hova futnak be ezek, hogy a Teva utcában, vagy pedig a Török Bálinti kapitányságra, de biztos vagyok benne, hogy a Hajdú családdal kapcsolatos feljelentéseknek már külön szobája van, külön vasszekrénye, külön szekciója, fiókokat, stb. Igen. Együtt ébredünk. Morning Show. Sebesti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. Egy internetes honlap összeszedte azokat a hazugságokat, amivel a szüleink etettek minket kiskorunkban. Hát szerintem ebből mindenki legalább tud 10-et mondani. A dolog nagyon érdekes, mert szerintem ezek ilyen általános igazságok. Olyan dolgokról van szó, amit minden szülő egyfajta féleképpen lehívva úgymond a kollektív tudatból használ és mondja a gyerekének. Ki milyen hazugságra emlékszik? Mi volt az, ami a legnagyobb hazugság volt? Itt 10-et szedtek össze. És kíváncsi vagyok, hogy a miénk rajta van-e a listán. Nézzük meg, hogy rajta van-e a listán, hogy mi volt a legnagyobb hazugság. Ugye minden szülő végig hazudja az ember gyerekkorát. Ugye nem szól másról, mint hogy folyamatosan a jó értelemben, de hazudsz a gyereknek. A Mikulásról, a Jézuskáról, ha nem fekszik rá, akkor mi lesz, ha nem jön haza időben. Tehát végig megy a hazugsággal egybe kötött fenyegetés. Na, mi volt nektek a legnagyobb klasszikus hazugság, amit mondtam? Amit én sokszor hallottam, és nem csak otthon, hanem sok más helyen is, a nem fog fájni. És mindig majd be. Milyen szövegkörnyezetben? Fogorvoshoz megy. Nem mindegy, érde, hogy lecsatolják az övet éppen, és mondják, hogy nem fog fájni, vagy fogorvoshoz mész, tehát hogy hol hallod ezt? Hát ezek az orvosi beavatkozások, ezek mindig így. Amikor injekciót kaptál, amikor bármilyen oltást kap, amikor ugye fúrták a fogadat, amikor gyökérkezelték, nem fog fájni, mindig fáj. Nagy hiba egyébként a szülő részéről.
Hát mert beleültetél a gyerekbe, gondolom, ugye azért mondod. Nem, hogy tehát már előre készülsz. Hát igen, ugye. Hogyha azt mondod a gyerekednek, hogy á, nem fog fájni, gyere, menjünk el az orvoshoz, akkor benne van egy idő után, de úgyis fájni fog, apa, nem mondasz, hogy nem pont fog az, fájni. Igen, pont meg kell mondani a gyereknek, hogy fájni fog. Igen. Tehát pont átvágod a gyereket, sokkal nagyobb bizalomvesztés, lehet, hogy rövid távon jobb, a gyerek nem sír az orvos felé vezető úton, de ha nyilván nem mondod meg neki, akkor utána már nem fog benned bízni, vagy kevésbé, igen. Benne van a spenót. Nem eszed meg a spenótot, nem nősz nagyra? Ez így ebben a formában nincs. Aha. Nagyon jók vannak egyébként, nagyon jókat szedtek. Köszönöm, hogy te ezt hallottad? Ezt, azt nézd meg. Mondjuk rácáfoltál. Vagy rohadt sok spenótot tettél. Később már igen, de 14 éves koromig nem. De ezt mindenre mondták, vagy csak a spenótra? Nem, mert mindig az volt, hogyha nem eszed meg a vacsorát, akkor izé kicsi maradsz, gyenge maradsz, nem nősz meg nagyra. Mondjuk megettem, de a spenótot spec nem. Hogy nem nősz meg. Igen, ugye? Nem nősz meg. De ezt, ettől egy gyerek nem fél, vagy ez nem olyan, amitől úgy nagyon megijednél, nem? Nem. Ráadásul te kétszer kértél mindenből, úgy tűnik. De kivéve a spenótot. Három. Megetted mindenkit, igen. Ne, itt nagyon helyesek vannak. Összeszedték például az egyiket. Ez ha grimaszolsz, úgy maradsz. A grimaszolsz úgy maradsz. A grimaszolsz úgy maradsz. Ez is egy ilyen nagy klasszikus volt, nem? Hogy ezt vagy az apától, vagy az anyától hallottad, hogy valamit grimaszoltál, akkor attól féltél, vagy attól kellett félned, hogy úgy maradsz. Ne bandzsíts, mert úgy maradsz. Én ezt hallottam nagyon sokszor, mert hát ugye a legnagyobb poén mi? Hát amikor bandzsít az ember. Igen. Ha lenyeled a magot, fanő a hasadban, ugye ez is megvolt. Lenyeled a rágót, összeragad a beled. Összeragad a hasad, vagy összeragad a gyomrod, vagy a beled, igen. Hogyha lenyeled a magot, fanő a hasad, mert te leglenyelted a magot, és ott ültél lelkiismeret furdalással, hogy vajon kinő-e a maga hasadban. Hát, izgultál, hogy igen, lesz a cseresznyén termés. De a szülő azért, igen, nem veri el a jég. A szülő azért ijeszgeti, hogy így megnyugtassa magát, hogy a gyerek nem nyeli le? Miért? De nyilván rá akarod hozni a frászt, hogy ne nyelje le, nem? De ugyanakkor meg nincsen semmi, ha lenyeled. Tehát nem történik semmi. Tehát ez is szerintem felesleges. Na ott például pont azt érzem, hogy nem szabad a gyerekbe semmiféle parát elültet. Természetesnek kell venni, mert most lenyelsz, így menj magot. Na, és akkor bemegy a vas a izébe, a vakbeledbe, és akkor ki kell venni. Sok ilyen esetről hallottál? Renget az orvostudományi egyetemen vakbélgyűjtemény van, megy maggal. Nem, azért mondják, hogy lenyeled, a vakbélbe bemegy a mag, és akkor vakbélgyulladásod lesz. A magtól? Igen, a magtól. Hát ezt nem tudom. Nem de annyira tudományos? Ez nem ez kevés, mint a hangzik tudományos, igen. Azért nincs itthon a cica, a kutya, az aranyhal, a hörcsög, mert elszökött, ugye ez állathalálozásnál van, igen. Amikor ugye a szülő ugye megint hazudik a gyereknek, vagy azt mondott, hogy vissza akart menni az övéhez, mert magányos volt, általában itt halálozás áll a háttérben, ugye amikor szintén nem mondtad meg a gyereknek, hogy mi van. Túl sok édeséget eszel, kiesik a fogad. Ezt hallottuk? Elromlik, ugye? Igen. Inkább az volt, igen. Ha sok krépát eszel, megtanulsz fütyülni, nagy klasszikus. Hát, igen. Ott azt szerintem semmilyen tudományos kísérlet nem tudta bebizonyítani, hogy van a két dolog között egyenes arányosság. Hát, hogy... Zabáltad a répát, és... Én annyira rosszul fütyültem mindig, viszont a répát imádtam. Szereted a répát? Igen. Nagyon szeretem. Fú, nyersen, sem megpucolva. Sehogy. Imádtam. Óriási én volt. Aki mi kertből szedtük föl. Kicsit csapnál, lemostad, és... Hát... Nagyon jó. Megleptél volna, hogyha máshonnan szedtél. Zöldség. Fővárosi budai úri gyerek a harmadik kerületi panelrengetekből. Hát ő lement az zöldségesbe. Ja, ő azt hitte, hogy a zöldséges nénő. Hát, a középvállalatnál. Én csirkét is csak fóliázva láttam, mondom, nem már milyen áll, be van fóliázva. Hogy nő? Én a bőrét szerettem legjobb, a bőrét, tök rágós. Jó, hát persze, te kimentél a kertbe, érted, kiúsztad. Kicsit ráköptünk. Ráköptél. Kézzel így. Húztál rajta kettőt, a felső meccsődön meghámoztad, azt már toltatok. Ne, hagyta, hogy a kecske bevegy, és aztán kirántotta a szájába, és már tiszta volt. Ez aztán megetted, igen. Na, ez is fönt van még a listám. A medencébe pisilsz, pirossá válik a víz, ugye? Ez is egy nagy klasszikus egyébként, mondjuk ezt még felnőtt korban is tartotta magát ez a városi legenda. Hát érdekes, nekem ezt nem mondta a fatalom, nekem azt mondta, hogy nyugodtan, hogy is mindenki ezt csinálja. Nézd csak, fiam, így kell. Igen, de nem a trambulinról. Nézd csak, fiam, így kell. Papa engedte, tehát erre nem volt haklis? Igen? De ő is éle járt ebben? Papa, ez termál? Nem. Na, menjünk arra. Papa, tényleg piros lesz a víz? Éppként nekem is volt ilyen félelmem régen bizonyos szállodákban. Hogy tesznek bele valami szert. Hogy tesznek bele valami szert, és akkor körülötted kék lesz a víz. Náltak, tényleg van ilyen szer. Amit ha beletesznek, akkor ott, ahol ez a dolog megtörténik, ott valamilyen kémiai reakció elindul, ugye, a víz. És rendszeresen tesztelted? Muszáj volt. Persze. De nincs erről, ti nem hallottatok? Ez egy létező dolog. Elviekben sehol mondják. Nem láttam még egyébként, de hogy állítólag ez van? Mondják, de
azon a komfortfokozaton, ahol én szoktam járni, ott nem úgy látszik. Jó. Nem, hát tudja a fene, én megmondom őszintén, hogy viszonylag régen brúzoltam bele. És akkor is inkább csak élő vízbe. Annyira durva a pH értéke, hogy nem mertél meg. Persze, én csak elevetlen volt, hogy így a tükörpontjak így feldobták a hasukat mellette. Először csak így felnéztek, aztán úgy menetten, igen. Béka nő a hasadba, az is biztos. Azt nincs a listán, de igen, az is egy nagyon-nagyon-nagyon szokott. Mert azt mire mondták? Ne igyál annyit, ami egy tök természetes dolog, szomjas vagy iszol. És a gyereknél ez még ráadásul jó is működik. Amit rüheltem, az angyalos játékra emlékeztek, hogy még három gyerek ült az asztalnál, és a szülők, valahol voltunk vendégségben, és a másik gyerek szülője elkezdte versenyeztetni a három gyereket, hogy ki eszi meg leghamarabb az ételt. Aha. Az lesz angyal, fú. De hogy annak egyébként mi értelme van, hogy három... kaptál egy ilyen fehér pártát, meg szárnyakat a átadra, és akkor igen, és ott kellett ülnöm, és néha valaki megsétáltatott. Hogy annak mi értelme van, hogy három egyébként normálisan evő gyereket elkezdesz versenyeztetni, hogy ki eszi meg leggyorsabban a tűzforró húsleves. Habzsolj, ne rágd meg rendesen. Emésztés problémáid lesznek, nem tudod normálisan feldolgozni, nem is ízlik igazán az ételmet. Rosszul leszel utána, mert te akarsz lenni az angyal, nyilván én is ott ültem izzadó homlokkal, tudod, ki pufi gyerek voltam, tehát viszonylag hájas, nem is tudom, hogy fogytam így le. És hát ez nekem a bátyámmal ez egyfajta presztízs harc volt, tehát hogy nem, nincs olyan, nem ő győz, vagy hogy nem én győzök. És mindig versenyeztettek minket. Az mire jó? Nagyon el akartak már mosogatni. Igen, rohadt lassan ettünk. Ne, ti nem vetetek részt ilyen versenyben? Nem volt? Nálunk nem volt ilyen. Nem volt? De nálad az volt, hogyha aki az utolsó, az ganézik a disznónál, nem? Ne, és azt szívesen csináltuk is, tehát mindenki gyúrt. Mindenki direkt lassan. Én vagy. Gyerekek, hanem szerettük. Aki a leglassabban megy, aztán rágyáltak a ló alá. Fülbe mász a bogártól való rettegés. Aztán engem nem ijeszgették, az micsoda. Soha senki a fűre, mert igen, belemászik a fűre. Soha senkiről nem hallottam még, lehet, hogy van valami alapja, mert egyébként így is hívják magát a rovat. De hogy a fülbe mászok, hogy ne feküdj be a fülbe, mert bemászik a füledbe. És akár nem lehet, hogy van valami valóság alapja, vagy nincs hát ilyen bogár? Hát úgy hívják, tehát éppesség, de van. Ilyen a végén ilyen kis csáprágószerű, ilyen kis, hogy hívják van, tartozék van, vagy ilyen szakszerűen fejezem ki magam, és fél, tehát hogy ránézel, és akkor egy idő után ilyen félelmetesnek látod, és elképzeled, hogy hú, és akkor biztos azzal a részével kapaszkodik bele a dobhártyádba, és aztán el kell menni, még nem megműtetni a füledet, és akkor, na ez. Meg a fel fogják megszúrni az orrodat. Az orrodat. Az orrodat, meg a füledet. A füledet, az igen, de hát az nem, az valós dolog. Ha... Igen, de hogy ez a ne szipogjál, meg hogy hívják, meg... Igen, hát ez igaz, de ez igaz, igen, tehát ez nem a hazugság, ez tényleg így van. Tehát ha felszívodod, kapsz egy arcüreggyulladást, akkor azt felszúrják. És ha hazudsz, akkor krumpli nő az orrodra, az volt? Krumpli. Sose hallottam. Hát nem volt, nem ezt krumpli mondták. Nő az orrodra. Igen, ha hazudsz, akkor krumpli nő az orrodra. Föl is rakták, vagy... Nem, oda is nőtt. De ez volt nálatok igen, ezben. Igen, krumpli nő az orrodra. Ezt nem ismertem. Meg, hogy megcsinál az akronómus. Jó, akkor hazudok. A lelkész. Igen. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Havazik nagyon, még mindig, úgyhogy mindenki menjen szépen lassan. A Bosnyák tér végképp beállt, ott valami nagyon nagy dugó van, vagy buszok csúsztak egymásba, de ezt többen írják, hogy hatalmas a káosz arra felé. Aki tud, az kerüljön, mert ott nagyon-nagyon nagy dugó van. Aztán még egy-két friss közlekedési hír, a Budakalász és az Ürömi közötti rész is szintén beállt, mint a szög. Csöpi a HRM vezér küldte ezt nekünk. Az Egresi út is teljesen beállt a belváros felé, oka valószínűleg a leesett 2 cm-es hó, ezt Perec üzente, Buszos Tibi is elküldte a Bosnyák teret. Soroksári út Boráros tér felé lépésbe lehet csak haladni, üzente Évi, és a 4-es úton a 77-es kilométernél Cegléd után Szolnok felé váltakozva engedik a forgalmat, mert hogy baleset van, ezt Pumpi küldte nekünk. Mi pedig arról beszélgetünk itt a hírek előtt, hogy szülőként mennyit kell hazudni a saját gyerekednek. Ugye? Milyen érdekes, hogy tényleg igazából ugye nem klasszikus hazugságok, ezek idézőjelben hazugságok, de sokszor azért, mert nevelni akarod, sokszor azért, mert meg akarod félemlíteni, vagy mert nem akarod, hogy kárt tegyen magába, de hogy szinte, míg a gyerek felnő, addig rengeteg hazugságot hall a szülőtől is, aki teljesen ártatlan módon, de hazudik neki, ha elpusztul egy kedvenc állat azért, ha nem tudnak elmenni a cirkuszba hétvégén azért, mert hogy bezárt, vagy... Igen, próbáld magad kimenteni. Igen, ugye? Próbálod magad kimenteni, mindig a könnyebb út ellenállás felé mozdulsz. Ha jön a fagyis autó, és nem akarsz fagyit venni a gyereknek, akkor megint hazudsz valamit, hogy itt most nem áll meg, vagy bármi. Tehát, hogy
tulajdonképpen 10-15 éves koráig a gyerek több ezer hazugságot hall a saját szüleitől. Nem így van? Igen. Ugye? Folyamatosan hazudsz a saját gyerekednek. Jó Igen. indulatból ugyan, meg nem akarod, hogy neki rossz legyen, ezért inkább kitalálsz valamit, de akkor is hazudsz. Jó, az se jó, ha meghagyja a levest, érted, akkor minek főztél egész reggel vagy délután, nem? Edd meg a levest. Azt is edd meg, a zöldséget is, abban van a vitamin. Csak akkor lesz édesség, ha megetted a, ugye? Ja, igen. A zöldséget. Annyi kanállal kell csak enned, a hány éves vagy? Azt neked mondták? Nagyon sokan. De miből kellett enned? Levesből. Leves, hogy egyél meg annyit, a hány éves vagy? Több 14 kanál nem, leves. Nem, kukoricadarából és tojótából. Most miből él a tojótáp? Hát, jó, akkor csináltam, nincs az a baj. És akkor megy ettél 16 kanállal? Mondjuk? Igen, igen. Azért 16 éves korodban már nem vetted be ezt a dumát, mindig akkor is. Most hány kanállal kell? Igen, de 20 kanál volt összesen. Minek egyek 38-al? Na nézzük egy-két SMS-t, hogy mit írnak a hallgatóink, kinek mit hazudtak a szülei kiskorában. Vannak egészen jók egyébként. Anyám mindig a spenóttal tuningolt, ha megeszed, olyan erős leszel, mint Popeye. Az óvodában mindig győztesként indultam a verekedésekbe. Az első néhány orbanyomás után jöttem rá, hogy a szemét kis matróznak csak rajzolták az izmot. Anyám meg palira vet, ír egy hallgató. Nekem Norbi mondta mindig, hogy egyek batyuk. És bejött, várjál. Nekem azt mondták, mikor kicsi voltam, aggasztóan kicsi, hogy ki kell állnom az eresz alá, ahol esik az eső, és megnövök. Én mégsem lettem magas, maximum gazdagabb lettem egy tüdőgyulladással idejött. Tényleg kiálltál. Igen. Nekem a nagyapám mondta, hogy ha sok szalonnát eszem, akkor jó nagyra nő a cicim. Uh-huh. 3-4 évesen megfogadtam a tanácsát, ma 25 éves vagyok, és a cicim ugyan es, de a papa elfelejtette mondani, hogy a szalonától nem csak a melnő. Így most széltében is akkora vagyok, mint hosszában, írja Betty. Nekem a nővérke mondta mandula műtét előtt, mikor sírtam, ha nem hagyod abba, kétszer veszik ki. Gondolhatjátok, azonnal abba hagytam. Milyen gyerekbarát. Gyerekbarát kórház, nem? Ha nem hagyod abba, kétszer veszik ki. Még azt, amit megműtjük. Rohadtul fog fájni. Azt hazudtam a fiamnak, hogy ne igyál kólát, mert nem lesz szőrös a petyeszed. Igen? A petyesz? Nektek nem mondtak ilyet, hogy ne játsz a kukiddal, mert ez vagy az történik? De leesik. Nekem nagyon sokszor mondtak ilyet. És megtörtént? Hát nem. Ha nem nő meg, hogy... Nem nagyon hittem neki. Nem nagyon hittem neki, én anyukám mondta mindig, hogy ne játsszak a kukimmal. Vajon anyu igazat mond? Kipróbál. De mit tudom én, hogy elviszi a rossz bácsi, vagy mit tudom én, leesik, vagy mi volt egy csomószor ilyen, de nem tudott meggyőzni. Csak játszott. Nah. Mi a petyesz? Játszál csak. Legalább valami öröm is lesz a gyerekkorodban. lesz mire visszagondolni. Szóval nem volt én, ne játsz a kukiddal, mert ez nektek nem volt? Igen, nem tiltottak a kukimtól. Nem? Most gondolod, nem ilyen életem az, a saját kukimtól eltiltott. Fia, addig se nyaggatta az anyját, érted? Hát, behúzottam a sarokba, hogy játszok egy kicsit a kukimmal, azt se engedték. Hát értitek már, hogy miért vagyok ilyen, milyen szörnyű gyerekkorom volt, érted? Ezt se engedték már meg. Hátra kötöm a kezeidet, de aztán a szád is bevarrom. Nem, mert 6 évesen már nem voltam ilyen hajlékony. Hát ott már nem kellett, ott már nem kellett hátra kötni. Még a bátyát is bezárjuk. Azt mondja, egy muter egy egérre fogta, hogy elvitte a cumim. Sírva riasztottam a szomszédot, hogy ha lát egy cumizó egeret, szóljon. Igen. Nekem mindig azt mondták, hogy a kenyér héját is meg kell lenni, hogy szép piros legyen az arcod. Ja, meg a héjában van a vitamin, igen. Nem? Igen. A héjában van a vitamin. Óriás. A nagybátyám mondta a fenyegetésképpen, amikor rovis korban kóstolgattam a sörét, hogy ha sört iszol, megnő a cicéd. Bárcsak ittam volna, ír egy hallgató. Egy volt kollégámnak azt mondták a szülei, hogy csak 2 évente van augusztus 20-án tűzijáték, mert nem akarták minden évben kivéni. De okos. De szép. Csak a páros évek, fiam. Csak na, mi ez a tévében? Ő ismétlés. Ne menj be a sötét szobába, mert ott a kunkus. 34 éves vagyok, még a mai napig se tudom, hogy mi a rák, az a kunkus, viszont félek a sötét szobában. Kunkus. Nálunk is volt kunkus. De ez mi ez a kunkus? Az nálunk nem volt kunkus. Hát azt nem tudom, de ez most ugrott be, hogy ezt nekem is mondták anyámék. Igen? A kunkus. A kunkus? Hogy ne? Na, mindegy, hogy mi, mert jön a kunkus. Nem menj át a másik szobában, mert ott van a kunkus. Tehát csak egy szobánk van. Ja? De nem az, hogy ne barátkozz a disznóval, mert nem, azt nem, azt engedték. Valakinek nekem is kellett barát, érted? A kunkus. Oh. Ja, és jött a kunkus? Nem, hogy jött volna? Az enegében egy törpe pakolja a lemezeket. Én ezt hittem el, írja egy hallgató.
Na például ez is egy olyan hazugság, hogy a gyerek megkérdezi, és simán kitalálod, nem? Hát ott bennül egy kis törpe, egy kis manó, és ő rakja a lemezeket. Hát, hát igen, én mondjuk én nem láttam az eregépet gyerekkoromban. Nekem az így nem volt meg. Nem látta a zenegép? Nem, klasszikus, a bemész, kocsmába egy... cigány zenekar volt. A presszóba bemész, ott volt a zenegép. Nem, nem láttál ilyet? Nem. Nem, nálunk nem volt. Na mindegy. Hm. Hát jó, azért fölnőtt így. Jó, azért valahogy ezt túlnőtted. Mi ott főztük a pálinkát, nem kocsmázottam. Mikor csúnyán beszéltem, mindig azt mondták, hogy Jézuska parazsat tesz a nyelvedre. Oh, na, ez például nem volt. Hát így lesz, így lesz az emberből ateista. Igen. Elvisz a zsákos ember, vagy a részfaszú bagoly. Aha. Ah, tehát klasszikus. Ez klasszikus. Ez klasszikus, igen. Ha ne simogasd annyit a macskát, mert fostos lesz. Azt nem hallottam soha. Hát nekem ez állatban van, tehát fostos lesz. Nem volt, de az soha nem érted. Nem tudom. Nem foltos. Nem, fostos. De nem lehet, tehát, hogy foltos ma... Ja. Mert hogy tehát sokat simogatom a macskát, fostos lesz. Ne játsz a tűzzel, mert bepisílsz, tessék, nagy klasszikus, nem? Nagyon. Ennek van valami valóság alapja? Hogyha az a gyerek, aki mint a gyufázik, vagy valami az este bepisíl, ennek van valami alapja talán, ez nem akkora hülyeség, nem? Most kell pisílened egy kicsit. Nem? Már hogy most melyik fenyem? Már a tűzzel játszol, már itt kóstolgatod a fejét. Ja, a tűzzel játszol, vagy mi? Hát ettől így már nem. A reflexeim ennél már jobban működnek azért, igen. A legnagyobb hazugság, mindenkinek kell köszönni, mert nem tudod, ki az apád. Ja, és tényleg nem. Jó, hát jó. Igen, apám mindig azt hazudt, hogy ha megtalálom a Balaton dugóját, akkor leengedhetem. Nagyon sokat kerestem nyáron, ide nekünk egy hallgató. Bali, nem azt mondta az anyutod, hogy játszol a cuccal, bekapja egy szörny. Azt mondták, hogy sózzam a galamb farkát, és akkor meg tudom fogni. 30 éves voltam, mire rájöttem, hogy miért mondták. Sózd na. meg a galamb farkát? Én 43 vagyok, elárulhatnád. Gondolkozzatok rá, egy kicsit nem tudom. Na jól van. Igen, a répa. A fagyis autó azért zenél, mert elfogyott a fagyi. Az nagyon tetszik. Mert elfogyott a fagyi, ez jó. A Benny imádja a fagyis autót, állna, megy ki, rohan a kertbe, out, áll. De ez jó, ezt lenyúlom. Nagyon hát jó. Nem elfogyott. Nem. Hát nézz oda. Hallod. Már a kutya szól a fáját. Hát már beszól a központba, hogy töltsék föl az iskoláját. De ez jó duma. Igen. Hogy azért zenél, mert elfogyott a fagyi. Ha nem zenél, itt volt és mindent lehetett volna venni, de hát sajnos. Hallod? Hallgass? Most. Most, na most fogyott el. Még na egy most, boldog gyerek. Most fogyott el a csoki vanília. Igen, mit szeretnél enni? Ja, epe. Az ja, is. Na most. Igen. Ott még két boldog gyerek a sarkon, ja. De sajnos, sajnos ez már elfogyott. A bocskorék még kaptak. A Gabi vitte nézzek, a Gabi vitte el az utolsó. Hát nézzek, a bocsi Gabi a gyerekén elvitte az utolsó fagylaltot. Ja, szóval egy nagy hazugság a gyerekkorunk, erről szól ez a téma, hogy igen. Nagy kollektív hazugságban növünk föl, ugye? De a kegyes hazugságok, tehát hogy azért sok traumától is meg akarta kímélni minket, hát ez az oltás dolog, tehát hogy így persze, nem szereti, felnőttek közül sokan ugyanígy vannak még mindig, utálják, hogyha beoltják őket, meglátod a tűt és kész volt tőle, leizzadsz. Akkor is azt mondták, hogy persze, nem fog fájni, dehogy nem. Rohadt nagy, nagy hiba egyébként, igen. Amikor a kan kismalacot herélte ki az állatorvos, azt mondták, hogy ott veszik ki a manduláját. Oh, hát így van. Együtt ébredünk. Morning Show. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. Akciózik a tech? Hát figyeljetek, srácok. De tankoltak előtte? Mert láttam a fotón a múltkor egy vagy láttam az interneten egy képet, hogy tankol a tekes autó. Most megy valamivel. Indultak bevetésre, hogy nem tudom, hogy megtankolták, és ott volt, hogy Józsi, nem kéne ezt beletenni valamennyit, volt egy ilyen felirat. Lefotóztak egy benzinkundál egy tekes autó. Hát, nyilván a molná. De nem tudom. Hát, a molkártyájuk van, hova menjen tankolni. Igen. És ott tankoltak. De most akcióba léptek? Valaki hát, szabadítani kell? Vagy? Az egyik kedves hallgatók, ő csírja, hogy a Hungária kerepesi sarkán épp elkapnak valakit, a külső sávvevet le van zárva. Itt nem kellett tankolniuk, mert hogy egyébként az Ács utcában van a laktanyájuk, tehát csak két utcát kellett gyalogolniuk. De csak arrébb sétáltak. Igen. Útközben fölöltöztek, az jó? Hát igen. Mm-hmm. Igen. És ott a fal mellett ott elsurrantak, ott végig. Na mindegy, nem tudjuk, hogy kit, vagy mit, vagy miért. Nem, csörögjünk rájuk, biztos elmondja. Bevetés közben. Gyerek, ez most a Hungária kerepesi, meg a Hungária egresi, ott most nagyon nagy dolgok történnek. Az nagyon. Egyik sarkora tektörbe éppen valahova, a másik sarkora egy troli robban le. De mi van, ha tekesek mentek trollit menteni, az nem lehet? Nem, hanem azt kapták el, aki miatt lerobbant a troli. És akkor, hogy aki kitolta a kereszteződésből a trollit. Ha?
Na, az is lehet. Lehet. Azt hittik, lopni akar. Nézd, már ott lopják a trolit. Hova tolják már? Hey, jó. Hát nem lopjuk el azt a trolit. Hey, ez itt, itt ez az ország. Tárcsázom is a leket. Leszorítani. Nézd, már fői volt neked, ellopják a trolit. Ha nézve, nem, hogy már elvigyék, hogy hallott, az olyan már oda. Így van. Lerohantak azt az a kedves utas, hogy elnézést, nekem csak a sofőr mondta, hogy toljam át a kereszteződésen a trolit, mert hogy annyira beragadt, hogy egyébként 6 kilométeres dugó van a Hungária. Maga el akarta lopni a trolit, nem? Hát, és érted, korán reggel. És ártatlan utasokkal tekesek birkoznak egyébként, akik jó szándékból tolták a trolit. Ennyi. A Hungária egresi sarkán. Bizony, bizony. Szép ez az ország. Az érkeznének az ajtát, és akkor szopkássák le! Fegyvert föl! Lopják a trolitba! Trolit lopnak! Hungária kerepesi sarok! Nem lehet, hogy tolják, Józsi. De hogy tolják, lopják! És már mentek is. Jó, nagyon helyes, de legalább rend van. Nem? Hát nem fogunk itt improvizatíve trollit lopni. Érted? Hát ki gondolja? Így van. Hártatlan vagyok! A húgom is, de akkor, amikor akarom, bevallom. Azt mindenki mondhatja. Hát ezért figyelj. Szép. Itt felszállsz egy BKV-járatra, nem tudod, mikor szállsz le. Hol szállsz le, önszántadból szállsz le, nem? Ennyi. Oda mész, ahova akarsz. Érted? Most még a 4-es metró is arra megy, amerre akar, hát majd előbb-utóbb tudják kontrollálni. Érted? A Terminátor hát erről fog szólni. A Skynet után a 4-es metró is öntudatára ébred. Máshol nyílnak az ajtók, rossz irányba megy a metró. Hát, klassz ez. Nincs ezzel. Vagy igen, meg hogy elharapoztak már ezek a történetek, ugye a BKV különböző járatain is, most már a jegyenlőrök mellé tekeseket osztanak be. Igen. Hát az a működő, nem működő kapurendszer mellé kell, mert ott mindenki csak ugye spontáljuk azt. 81-es út a belterületén szintén mérnek, ez ebben a pillanatban jött, köszönjük szépen. És akkor tehát a Hungária kerepesi sarkán a külső sáv lezárva, hogy ott is lehet egy kicsi dugora számítani, ott most a srácok akcióban lendültek. A szemükben elnézzetek, veszélyes. Igen. Kerüljetek a szemkontaktust, igen. A Debrecen és Mikepécs között baleset van, emiatt nagy a torlódás. Lajosvízénél az M5-ösön egy kamion letarolta a szalagkorlátot, a leállósában vesztegel jelen pillanatban. Pest felé, dugó nincs, csak lassítanak néhányan, töfike küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Az egyik hallgatónk írja, hogy ne vegyetek fel mindenkinek a telefont, mert az a rendőr 100 000-es is elbeszélt a műsorban 20 percet. Ne vegyétek fel mindenkinek. Igazából a pénznyomtatás és a hamisítási igen. módjairól akartunk megtudni, de hát igen, igen, igen. Robert kicsit túlvezérelt volt, így beleértem magát. Balázs lelki akart beszélni, hogy ne lépjen a bűnútjára. Ő egyfajta nyomozati cselekményt valósított már meg, és a nyomozati szakaszba léptette ugye a dolgot, még a tárgyalási szakasz előtt, úgyhogy hát ő levezette, hogy mi történik. Egy kicsit még beszélgetünk, bevisznek téged. Igen. Na, viszont erről a hűtőbe elbújt fiúról akarok két mondatot beszélni, nekem annyira tetszik ez a srác, 14 éves fiút, az, hogy garázsaság miatt körözték, nyilván nem tetszik, de hogy lakít el ki otthonának, hűtőjében bújt el a rendőrök elől méghozzá családi hűtőben. És a rendőrség ugye képet is mellékelt róla, ott van, ott lapul a hűtőszekrényben, és azon gondolkoztam, hogy ez vajon tudatos észrevétel volt, vagy hangot hallottak a hűtőből a rendőrök, vagy csak megszomjaztak. Egy pohár tej, tiszta fej. Nyomjunk már egy kókot, valami legyen. Ugye, és ott van a fotó, ahogy szegény fiú egyébként kuksol a hűtőszekrényben. Hát nem kell őt sajnálni nyilván, ha garázdaságért körözték. De hogy így átgondoltam, hogy otthon hova tudnék bújni, nem biztos, hogy a hűtőszekrényt választanám. Tehát ott nektek vannak polcok a hűtőben? Vannak. Vannak. Ugye, hogy azért azt onnan gyorsan ki kell kapni. Tehát ő tudta, vagy üldözött, beszaladt és bebújt a hűtőbe, vagy üldözték? Hát vagy soha nincs neki polc benne, mert ha tudja, hogy ha üldözik, akkor oda el tud bújni. Ez az utolsó menedék. Igen. Ez a menedék. És az is fura volt, hogy meg volt fordítva a hűtő a fal felé. Mondjuk, ha beülsz magadra csukor és arra szólva megfordítod, azért az komoly meló. Nézd, Józsi, mozog a hűtő. Hogy hol vannak a lakásban az igazán jó búvóhelyek, ahova el tudsz bújni, vagy ahova érdemes elbújni, mikor jön a rendőrség, vagy jön a tech. Nekünk elég nagy hűtőnk van, de valószínűleg elárulna az, hogy a hűtőlőt ott hever a köven egy csomó zöldség. Akkor rögtön a zöldséges fiókban néznének be, és megtalálnák. És ott lapulná két retek, meg egy csillámtök mellett. A fotó, láttam egyébként nem fogalmazott meg önnetek a kérdés, hogy ezt mikor csinálták ezt a képet? Tehát abban a pillanatban, hogy feltépték a hűtőnek az ajtaját, vagy pedig reprodukálták az eseményeket. Kérjük, fáradjon vissza a hűtő. Szekrénybe csinálnánk egy fotót. Mi van ilyenkor? Tényleg megy velük egy fotós? És akkor azt mondja, várj, Tibi, ne tépj még föl, Tibi, engem nem tudok exponálni. Bemérem a fényt, távolságot. Vagy nálad okos mobil, addig én szakban tartom. Beszart a vakú, Tibi, ne hozz már föl, Tibi.
a hűtőt. Tehát ez hogy van? Egy föltépik a hűtőszekrényt, és abban a pillanatban fotóznak. Ott fotóznak, vagy tényleg a fiút előállították, majd a fotókedvért, jó a kérdés, visszaküldték a hűtőszekrénybe, és azt mondták, hogy archiválni kell, menjél vissza a hűtőszekrénybe. Ne mozogjon! És újra beültették? Ez biztos, hogy ebben a pózban volt. Nem tudom, nem a hűtőszekrénybe mennék, azon nem gondolkozom. Tehát milyen dolgok jutnak eszébe, hova tudsz menni? Ágy alá, ugye? Baromi nagy közhely. Igen, amatőr. Magadra húznád a páncélszekrény ajtaját. Szerintem tudod, mi van? Nincs páncélszekrényem. Belülről hívnám a Wikit. Mi akkor? Tudod, hol nem keresnek? Fölül, kis haver. Fölül. Hol fölül? Hol? Mentél már úgy egy lakásba, hogy fölfele néztél? De hoppá, a szekrény tetejére? Tényleg. A mennyezetet. Ja, fönt a plafonon? Ja, hát mit csinálsz, ha keresel valakit a lakásba? Benézel az ajtó mögé, nézed a nyomokat, benézel a szekrénybe. Hol vagyok? Nagyon jó. Ott vagyok fölöttük. Ez ott ez vagyok okos fölöttük. Ez okos. És könnyebben haver is tudsz támadni, ha baj van. Haver. És ha akarok, rájuk ugrok. De nem akarok, de mert rejtőzködj. Rájuk. Ne ugorjál rájuk, csak rejtőzködjél. Ott tapadj vagyok fel a plafonra. Ott fia vagyok, négy kéz láb, kiterítve magam. Szerintem csináld azt, hogy előtte, még ha van egy kis időd, akkor gyorsan menj a konyhába, és hempergőzél meg egy kis lisztbe. És úgy tapadjál fel a plafonra, mert akkor azt hiszik majd, hogy ilyen kis gipszangyal vagy tukkó. Majd, és ne pislogj. Így. Ah, igen. Nézd már, mekkora pöcse van a kis kupidón. Érted? Hova kell menni? Fölfele. Föl, ugye? Főre. Van itt, Gógyi. Mert mit csinálsz? Benézel az ajtó, WC, hűtő, ilyenek. De mikor nézel fölfele? Mikor nézel? Gondolnád, hogy van ott valaki a mennyezetem vagy a csilláron? Nagyon durva. Hát persze, hogy nincs. Hol vagyok? Ott. Akkor napám. Mi? Ez rendben van. Ugye? Ez nagyon rendben van. Csilláron így kuporognál. Nem tudom, azon gondolkozom, hogy építe még valaki úgy házat, hogy bunkert rak bele. Tehát, hogy te fölkészülsz arra egyébként, hogy oda te majd egyszer el akarsz bújni. Mert szerintem nem készülnek így nagyon házak, nem? Hogy hova tudsz egyáltalán tényleg, ha egyszer üldöz a rendőrség? Hát ez nagyon jó. Figyelj, nekünk meg például a kádunk B-színű. Én kitépnem a helyről, magamra borítanám, és azt hinnék, hogy cserebogá. Vagy mint egy kis bodobácsi, így elmásznál vele. Cserebogár, ilyenkor? Ekkora. Ugye, hol van még ugye május? Mi történik? Általában rejtett helyekre néznek be. Igen. Tehát mit kell csinálni, ha elbújsz? Feltűnő helyen kell tartozni. Nem elbúj, bújok el, nem elbújsz, el, csak valahol egy feltűnő helyen megmerevedsz. Uh-huh. Érted? És abban a pillanatban, hogy megmerevettél, ráfekszel a radiátor. Mint egy alvó macska. Beülsz egy széknek, vagy beülsz egy székbe hirtelen az étkező asztalonál, és ülsz mereven. Hát ki fog észrevenni, ha nem vagy mozgótár? Nem. Érted? Hát szerintem hűtőbe bebújni, hát tök amatőr. Oda kell bújni, ahol számítanak rá, de ezért nem fogják megnézni. Na, ezt mondom, a hűtőbe. De nem, azért bújok el a hűtőbe, mert a múltkor is volt az a hűtős ügy, ugye Béla? És akkor hát biztos nincs, hát a hűtőbe biztos volt. Nem mászik. Hát hülye lenne oda mászni, hát ott keresnénk először, úgyhogy hagyjuk azt, ne is nézzük meg, és oda bújnék. Ott is elkapták azt a 17. kerületi fiút. Igen. Érted a csavart. És ha nem találnak, akkor jön a tek? Vagy egyből a tek jön? Ki talál meg? Hát ilyen esetben, mert ők már keresték szerintem tek. Ott már tek, ott már tek megy? Uh-huh. Hát igen. És például a gardróba olyat csináltam, hogy kabátot fölveszed, és így beukasztod. Figyelj, bebújok kabátnak, és lógok egy fogason. Az is jó egyébként. Tényleg, az jó, hogy a teknek nem kell jegyzőkönyvezni, nyilván minden világító meg hanggránátot, amit bedobnak egy épületbe, mert náluk ez fogyóeszköz. Tehát, hogyha ők mennek, ők dobálhatnak bármelyik helyiségbe hanggránátokat, tök mindegy. Igen. Érted? Nekik igen belefér. És ez mi, a bedobod, és megkérdezi, hogy van bent valaki, az a hangrát? És nem hallják utána, mert hogy meg vannak süketülve. Ja. Ez a gondolod, amikor benn vagy a hűtőszekrényben, és mondjuk nem találnak meg, és már rég új lenyomatot rögzítenek, DNS vizsgálatot, és tudod, hogy ideig ott... És még mindig rejtőzködsz, de már egy idő után, azért egy 6-8 óra után, tudod, fölvették a nyomokat, rögzítenek, már azt mondták, jó, innen megszököd, de itt rögzítsük a nyomokat, és mondjuk büdös életben nem akarnak megtalálni. 6 órát ott bent csücsülsz, hát egy idő után már úgy kívánod, hogy megtaláljanak. Elfogyott már a mirelit borsó, a sajt is a végén járja. Tényleg én belülről kitok nyitni egy hűtőszekrény? Ki? Igen. Ki? Igen? Ki? Honnan másztál már be? A részét nem, mi ott lakom. A fagyasztót nehezebb. Ja, mert az rákattan az nagyon kemény, az ráhúzza. De ha én bemegyek, ki tudok jönni? Csak kitolom egyszerűen az ajtót? Ha persze. Hát ja, mert nincs, abban nincs zárat, csak ugye a gumi oda szíjjel. Hogy próbáljuk ki, de ez túl pici, ebbe csak én férek bele. Akkor próbáljuk ki.
Nem azért kérdezem, csak mert, hogy a spenót sem mászik ki soha, hogy azért kérdezem, hogy ki lehet jönni. Aha, hát én nem ez láttam, nem rossz. Láttam már ételt kimászni a hűtőnél? Hát akkor nem. Onnantól, de a spenót, ez benne van egy zacskóba is. Az is igaz. És a spenót dupla fogságban. A hűtőből ki tudna mászni, de ez egy zacskóba is benne van. A spenót dupla fogságban van. Nem, hány óra alatt találták meg ezt a fiút? Nem szólt a hír erről. De szemét vagy. Rögtön megtalálták. Tudták. Érezték, hogy hova kell venni? A hatodik érzék. Hány óra alatt? Mindenhol végignézték már. Gyerekek, én egyet mondok. A szőnyeg alatt nézted már. Ahol nem keresnek, légy feltűnő, légy a mennyezeten. Komolyan mondom. Nagy hó, póktartásba, haránterpeszbe, négy kézláb, tartod magad a mennyezeten. Ugye most olyan mennyezeten de gondolok. De télen, az is gyanús. Azok keveset mozognak a legyek télen. Hát olyan mennyezetre gondolok, ahol ugye így a lábadat és a kezedet széttéve, te tudod magad tartani az oldalfalon. Tehát én most így gondolom a mennyezetet, mert nem tudsz tapadókoronggal föltapadni a mennyezetre, betartod magad oldalt. Hát akkor csak a budiba tudsz elnyújni. Hát mekkora az ennek, a Feri tudna nálunk a nagy szobába kitámaszkodni két kézzel, két lábbal. Figyelj, csak tegnap 10:30 előtt, mielőtt elaludtál, néztél valami ninja filmet? Nem. Csak ott szokott mindig lenni, ez a felugrom és úgy maradok. Igen, elolvasok egy ilyen hírt, mindig beleélem magam, hogy hogy tudnék, hova tudnék menni, mit csinálnék, ha élnék a fiú helyébe. Érted, amikor a tekes ráül a retyóra, egyedit fölnéz, és ott tartod magad. Remeg a kezed, más hitted, épp megmenekültél, érted, erre bejön a budira. És mi van, hogyha lead egy figyelmeztető lövést fölfele? Hogy nyomom van, tudod, és hasba lő. Béla! Nyomon vagyok! Ankor ott van a szekrény mögött, tudod, engem meg hasba lő, de nem azért, mert megtalál, hanem azért, mert a levegőbe akar lőni. Akkor is tartom magam. Azért az kellemetlen. Csak nem engedem, hogy a vércsepp a földre hújjon. Na azt hogy akadályozod meg? Hát hogy? Alányolsz. Igen, és akkor egy kézzel és két lábbal tartod magad a plafonon. Nagyon egyszerű, ha hasba lőnek, megfordulok. Mi történik? Hasba lőnek, ugye mit csinálok a falon? Véreznék lefelé, de megfordulok. Ezáltal felvérzek, vagyis tulajdonképpen a saját hasam fogja fel a hasam által kiengedett vér. Tehát benned marad a vér. Tehát bennem marad a vér, nincs csepp, nincs nyom, nincs DNS. Ott vagyok egy vérző testtel a falon. És? Bevérezve magamat. Óriási. Van itt gólyi. Ez nekem tetszik, de mi van, hogyha mondjuk valami, hogy hívják, valami durvább cuccal lőttek rád. És átlőttek. Forogsz. Mint az ökörsütésnél, akkor elkezdtek forogni. Hát hogy mi, ha átlövik, oldalt fordul. Ennyi. Hát még ennyi. Mindig be tudok oldalra fordulni. Stabil oldalfekvést felveszem, meg vagyok. Nagyon. Engem nem kapnának csak úgy el. Ez nagyon jó. Bár a benzinkúton azt mondanám, hogy visszakaptam a 20 000-es térre. Ja, igen. Hogy került magához a hamis 20 000-es? Hát felvártottam a vendégre, fizettem, azt ezt kaptam. Hát ez már annak a következmény lenne, hiszen keresnének a hamis 20 000-es miatt a lakásodon, ahol te elbújnál. Hol? Ha a mennyezeten? De a mennyezeten lennél, és ahol foroghatnál esetleg. Nagyon durva. A büdös életben nem találnának. Egyébként, hogyha meg nagyon jó vagy, akkor azt is megcsináltad, hogy gyorsan forogsz, és azt hiszik, hogy ventilátor. Igen. Figyelj, szerintem ez olyan ajánlható. Egyszerű lenne elkapni engem. Nem, tényleg, nem lenne egyszerű. Nem. Azért van itt gógyi. Mondjuk egy idő után kiszúrnák a hangot. Figyelj, hogy? Hallgass csak, Dezső. Hogy ilyen paraszt, asszol lőttek, magadjál! Jaj, minden fáj! Hallod megint? Hát, Tibi, beszél a ventilátorban, az olyan szarok, hallod, hát mi történik? Hát, akkor a rádió biztos már van kapcsolva a Klassz FM. Na jó, ugye milyen jó, hogy 10:30 lefeküdtem? Ugye? Hát, ugye? Nagyon megértem. Nagyon kipihent vagyok. Ilyenkor veszélyes vagyok, mert hasítok, penge vagyok ám. Úgy vág az eszem, mint a borotva. Hát, érted? Bizony, csak az a baj, most nagyon sok tippet adtunk. Ez az, most mindenki a mennyezeten fog rejtőzködni. Na, a mennyezeten és a hűtőbe. Vagy a mennyezet, vagy a hűtőbe. De mit mondtam, hogy akkor hova kell bújni? A hűtőbe és a mennyezetre. Mert azt hiszik, hogy. Hogy ott már nem most bújni. Már mindenki oda bújna, ezért meg se néz. Igen.